Sziasztok! Apró Anna vagyok, az OXXO Technologies Nyrt. Igazgatósági tagja és a Kora Zrt. Társ tulajdonosa. Mivel az igényesférfi.hu 8. születésnapját ünnepli, ezért pontosan 8 kérdésre fogok most válaszolni nektek. Essünk neki! Hogyan definiálnád azt a szót, hogy siker? Rengeteg féleképpen definiálhatjuk, kinek mi a kedvence. Én három alapillérre gondolok ilyenkor. Az első az, hogy az embernek legyen sikerélménye abban, amit csinál. Hasznosan töltsd az idődet, és olyan elfoglaltsággal töltsd az időt, ami téged valóban kielégít, és úgy érzed tőle magad, hogy hasznos vagy. Ez az életnek ugye a munka egy nagyon nagy szelete, fontos, hogy ez számunkra valamiféle boldogságot és önbizalmat nyújtson. A második a nyugalom. Úgy gondolom, mindegy, mennyi pénzed van, mindegy, hogy milyen tárgyi javakkal rendelkezel, ha nincs általános nyugalmad, amit valamelyest a boldogsággal is azonosítok, akkor nem, akkor sajnos semmi nincs rendben. A harmadik pedig biztosan az, hogy legyen kivel megosztani. Tehát egy szerető közeg, ami támogat téged, ahol jól érzed magad, ahova tudsz fordulni, mindegy, hogy éppen sikeres vagy-e vagy sem. Hogyan fér össze a CEO és az ego? Hát, köszi szépen. Kezdjük ott, hogy az egónk elkerülhetetlen része az emberi elmének, és szükségünk van ahhoz, hogy túléljünk. Nem jó, hogyha eluralkodik rajtunk az ego, mindegy, hogy ügyvezetők vagyunk-e vagy sem. Azt kell, hogy mondjam, nap mint nap emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy mik az életben az igazi értékek, és hogy nem minden a pénz, nem minden a hatalom, és csak azért, mert felelősek vagyunk másokért, ez nem azt jelenti, hogy megmondhatjuk másoknak, hogy mit csináljunk, és hogy sérthetetlenek vagyunk, hanem igenis az, hogy úgymond felelősséget vállalva együtt célokat érjünk el, és alkalmazkodjunk az élethez, és minél könnyebben túléljünk. Tehát igenis néha félre kell tenni az egónkat, és a közös jót, a közös célokat előtérbe helyezni, és nem szabad elfelejteni, hogy nem vagyunk sérthetetlenek. Döntés, stratégia vagy intuíció? Hogyan, milyen folyamat vagy stratégia alapján hozol döntést? Hát elsősorban az intuíció szerintem egy nagyon erős és nagyon fontos dolog. Azt kell, hogy mondjam, pályám kezdetén, amikor még tanulatlan és tapasztalatlan voltam, majdnem, hogy mindent intuíció alapján döntöttem el, jobb hiány. Eleve fontos, hogyha az ember nehéz döntéseket hoz, azt kövesse egy megkönnyebbülés érzés, amit valahol diktál a belső feszültség, az, ahogy belül érzed magad, ez mindenképpen hozzá fog tenni, hogyha túl vagy a döntésen, és az nem egy rossz döntés, akkor igenis érezni fogsz egyfajta megkönnyebbülést, hogy az egész testet harmóniába kerül azzal, amit teszel, és tudod, hogy 8-10 év múlva is fogod tudni vállalni ezért a felelősséget és a következményeket is, mert tudod, hogy abban a helyzetben, azokkal az információkkal, azzal a tudással ez volt a legjobb teendő, és ez volt az egyetlen járható út számodra. Úgy, hogy még mindig a tükörbe tudsz nézni. Hogyha már nagyobb cégekről beszélünk, multinacionális cégekről, ott nyilván mindig van egy céges stratégia, amit követünk, aminek megvannak az alapkövei, megvan az irányelve, megvannak a mérföldkövek. Itt nem nagyon ajánlatos, hebrencs módon, ahogy éppen tetszik, ahogy te éppen felkeltél, mert most úgy mondja a lelkületed, keresztbe húzni az egészet, és ezáltal zavart és idegességet kell tenni a cégen belül, mert nagyon fontos, hogy mindenki tudja, merre mentek, mi a következő lépés. Ettől függetlenül úgy érzem, vannak olyan pontok, ahol egy jó vezető igenis azt mondja, hogy most pedig másképp lesz, mert érzem, hogy ez nem jó. Ezt meg kell tudni hozni. Mi az a legfontosabb dolog, amit azelőtt tanultál a pénzről, hogy befektető lettél, és mi az, amit utána? Húha! Amit azelőtt tanultam a pénzről, hogy nem boldogít, hogy ami gyorsan jön, az gyorsan megy, ez egy törvény. És amit azután tanultam, hogy befektető lettem, az talán az, hogy a gyorsan meghozott döntések nem feltétlenül rosszak, és hogy lehet jóval lazábban is bánni a pénzzel, hogyha már van kellő magabiztosságunk, hogy hogyan kell diverzifikálni, ezt is azután tanultam, és hogy aki nem költ, nem keres. Egyik kérdés izgalmasabb, mint a másik, azt kell, hogy mondjam.
Na, jön a kedvencem, a női-férfi dilemma. Nőként egy férfiak által dominált üzleti világban mely előítéletekkel találkoztál a leggyakrabban, és hogyan kezelted ezeket a helyzeteket? Elviseltem ezeket a helyzeteket, túléltem, és igyekeztem felnőtt fejjel hozzáállni. Nem hinném, hogy másként kezelnének egy nőt, mint egy férfit, de igen, valóban előfordul, hogy kevésbé vesznek komolyan, vagy esetleg nagyon fiatalnak tűnsz, és nem fognak tudni komolyan venni. Nagyon fontos, hogy azért felkészülten érkezzünk a tárgyalásokra, és hogy szépen tartsuk be a határokat, profin viselkedjünk, és nem hinném, hogy akkor gond lesz. Olyan volt már, hogy valaki csak azért akart találkozni velem, hogy velem találkozom, de nem is akart üzletelni. Egy ennyire dinamikus, változó világban milyen lehet jövőálló ötlet, vállalkozás, befektetés? Ez nagyon nehéz megmondani. Valóban rendkívül ilyen technológiai alapú a mai világunk, és az egyik ötlet jön a másik után, pillanatok alatt fellángol, utána elvész, nem feltétlenül tartós, nem biztos, hogy azért, mert nem jó, inkább azért, mert a világunk folyamatosan újat és újat követel. Személy szerint már nagyon várom, hogy ez egy kicsit megálljon, és ha nem is azt mondom, hogy visszaforduljunk a spiritualitás felé, mert az egy kicsit sok, csak hogy egy kicsit lelassuljunk. Ettől függetlenül nem tudok mást mondani, mint hogy a környezetvédelem. Minden olyan ötlet, ami a világunk fenntartását, az élelmünk forrásainak a fenntartását és az állatok védelmét szolgálja, az a jövő jelen pillanatban. Soha ne dolgozzunk a természet ellen. Mi az az egy dolog, amit minden férfinek legalább egyszer ki kellene próbálni a élete során? Hát, most a férfiaknak? Hát nem, most mondhatnám, hogy a buvárkodás, de szerintem minden embernek egyszer jó lesne, vagy legalábbis biztosan nagyon izgalmas lenne, ha kipróbálná, milyen egy kicsit őrültnek lenni. Hogyha egy kicsit merne rombolni és pazarolni a tehetségét, mert szerintem rendkívül felszabadító és jó érzés. Nem mondom, hogy nem fog rombolni ez alatt az idő alatt, de egyszer mindenki megérdemli élete során. A pénzt azért ne gyújtsuk fel, olyan messzire ne menjünk. A 21. századi férfi legnagyobb kihívása. Nem hinném, hogy bármiben másabb lenne, mint egy 21. századi nőnek. A férfiaknak mindig is úgy gondolom az egyik legnagyobb kihívás az a felelősség és az a teher, amit a családfenntartás és a munkában való sikerességért áldoz és hoz és tesz, és ez úgy gondolom, hogy nagyon is nyomhatja néha a férfiaknak a vállát, de szerintem csodálatos teherbíró képességgel rendelkeznek, és úgy gondolom, hogy egészen a mamut vadászat óta, a mai napig azért, hogy ők valakik legyenek, és azért, hogy mellettük a nő és a gyerekek biztonságban érezzék magukat, és igenis védelmet és szeretetet és biztonságot tudjanak nyújtani a családjuknak, ez amíg világ a világ, az ő egyik legnagyobb kihívásuk lesz. Reméljük, hogy élvezik. Boldog szülinapot igényesférfi.hu.